elektronikus számlázás a DPMV ZRT-nél. A szolgáltató arra ösztönzi a fogyasztókat, hogy térjenek át az e-számlázási rendszerre. Üllői döntések. Az iskolai kerítések kialakítása mellett a környezetvédelmi ügyek is napirenden szerepeltek. Igazgatási szünet Üllőm. Július utolsó hetében szünetel majd az ügyfélfogadás az üllői polgármesteri hivatalban. Megérkeztek a szelektív hulladékgyűjtő edények Üllőre. A szerződéssel rendelkező ügyfelek július 8-ától vehetik át a kék hulladékgyűjtő edényeket. Szent Iván éj Üllőn és Gyálom. Koszorú és kívánságszalag kötés, gyertyaöntés, körtánc és tűzgyújtás is a program része volt. Igazgatási szünet Gyálon. Július 18-ától 29-ig nem fogad ügyfeleket Gyálváros polgármesteri hivatala. Keszekusza tábor a közházban. Két hét alatt közel 40 alsó tagozatos diáknak kínáltak változatos programot Gyálom. Maglódi közérdekű döntések. A csapadékvíz elvezetés, a sportolói támogatás és a helyi közlekedés is napirendre került. Görhöny Fesztivál hatodszor. A főző hagyományok átadása közben népi játszóteret és kézműves sátrat is működtettek. Városnapok a lokálpatriotizmus jegyében. A városreavatás 15 éves évfordulóján a büszke maglódiság is a középpontba került. Ballagás Ócsán. A Halászi Károly általános iskola 8-osai is búcsút intettek intézményüknek. Jubileumi kiállítás Felsőpakonyon. A 80. születésnapos Gergely Mihályné és Kalas Béláné kulturális élményt adtak a helyieknek. Főzőverseny a falunapon. A 10 csapatos mezőnyben a Vasadi Lovas Kör csapata hódította el az első helyen járó díjat.